Sziasztok, kedves barátaim! Egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek. Most a világban egyre jobban próbálnak tanítani az embert, hogy legyél önmagad, szeress magadat, te vagy a legjobb, te vagy a sikeres. Ugye vannak az X-faktor, és akkor ott mondják, hogy igen, te legjobb énekelsz, legjobban tudsz táncolni, legjobban tudsz zenélni, te vagy a legjobb. Az egész világban most nagyon erősen az egoizmusra tanítják embert, hogy csak magadról gondolkozz, élvezd a világot, próbáld meg kifacsarni világból mindent. A technológiák most már egyre többféle dolog, ami kényelmességet, élvezetet nekünk kínál. És van egy ilyen hangulat, nyomás a világtól, hogy most még egy kicsit is már nagyon jó lesz, és csodálatos, és tökéletes lesz az élet, mindenki nagyon fog élvezni, és öröki boldog lesz. Nem? Nem ilyen hangulat van? Hogy mindenki boldog lesz, és minden lesz tökéletes, és senki se fog szenvedni, és mindenki nagy szeretetbe fog élni. De sajnos én azt kérdeznék, hogy honnan lesz ez? Honnan lesz a szeretet? Honnan lesz egyensúly, harmónia, egészség, boldogság? Nem lesz. Így nem lesz. Mert az életforma, amire most tanítják minket, ez ellentétes. Hogyha te egy egoista ember vagy, akkor milyen szeretetről van szó? A szeretet, ez azt jelenti önzetlenség, mindent adni másoknak, semmi maguknak. Így nem lesz. Ahhoz, hogy legyen boldogság és legyen szeretet, ahhoz nekünk kell ellentétes dolgokat tenni, kell befektetni másokba, és nem pedig kivenni a másoktól, elkérni, elvinni, elszippantani. Ezért ennek van egy jó gyakorlatok, amit szeretnék nektek ajánlani, amit védikus írások ajánlanak, hogy embernek kell gyakorolni adni. Nem fogadni, hanem adni. Természetesen elfogadás is fontos, mert hogy valaki szeretne nekünk örömet okozni azzal, hogy ad valamit nekünk, adományoz vagy ajándékoz, akkor ahhoz, hogy ő szeretetét elfogadjunk, el kell fogadjunk, és ezzel tudjuk neki örömet okozni, szerezni. A védikus írások magyaráznak, hogy nagyon fontos, hogy ember etessen másokat, és tudjon adományozni. Adomány, ez a mi energiánk, ugye mi keresünk pénzt, és akkor ez a mi energiánk, és mikor mi másoknak ajánljunk, akkor mi önzetlenségre tanulunk, tisztulunk a karmától, és különleges eredményeket fogunk elérni. Amikor ember csak próbál saját magának gyűjteni minél több, akkor lesz több, de ez ideglenes, ma lesz sok minden, de holnap nem lesz semmi. Mert a harmónia és a szeretet törvény máshogyan működik. Most mesélek nektek érdekességet, ami a Smriti Sastra tanít az emberre. Elsősorban tanít adományozásra. Ez nagyon fontos beleiktatni az ember életébe adományozni. Azt mondja, hogy embernek kell adományozni. Törekednie kell önzetlen életre, és mondja, hogy még nem is mindegy, hogy kinek adományozunk. Van különböző szintek az adományozásról. Az egyik, amelyiket említi, ez az, hogy adományozni kell méltó embereknek. És Smriti Sastra következőt mond, aki méltó személynek adományoz, akkor következő életben ember nem fog ismerni a szegénységet. Utána mondja Smriti Sastra, adományozni illik brámanáknak. Kik a brámanák? Brámanák azok, akik lelki életet gyakorolnak, rendelkeznek tulajdonságokkal. Azok a papok lehetnének, védikus tanítók, és akik végeznek mindenféle védikus rituálikat, és természetesen alázatosak, lemondottak, és mások javára önzetlenül cselekednek ezek a brámanák. Hogyha valaki adományoz olyan személynek, aki nem egy tanult brámana, nem egy méltó, akkor eredményeképpen megkapja ennyit, amennyit adományozott. Hogyha valaki adományoz olyan brámanának, akik félig olyan brahminikus tulajdonságokkal rendelkezik, akkor
kétszeres eredmény kap vissza annak szerint, amennyit adományzott. Hogyha valaki egy méltó brámanának, aki nagy tudással rendelkezik, bölcs és önzetlen, akkor százszoros, vagy akár ezerszeresen vissza fog kapni annak a összegnek, amelyeket adományzott. Hogyha valaki pedig vedeparágának adományoz. Vedeparága az azt jelenti, az a személy, aki ismeri a védáknak az útját. Aki a bhakti jogát gyakorol, annak az eredménye végtelenségig fel fog sokszorosodni. Szóval ember mindig vissza fog kapni. Így ajánlom nektek meditálni ezen, most itt van az év vége, és lehet készülni, és gondolkodni ezen, hogy mennyire fontos és jó adományozni, főleg a lelki célokra. Most az utolsó másfél hónapban, ebben az évben fogok több videót készíteni ezzel témával kapcsolatosan. Természetesen beszélni fogok a könyvekről, mert aki szeretne adományozni, fog kapni sok-sok könyvet, és aki már most lelkes és gondolja, hogy adományzok, támogatok a lelki projektet, ami a Bhakti Pártit nekünk csinálja, sok-sok erőfeszítéssel, én szeretnék adományozni, akkor itt látjátok az én e-mail címemet, ugyanakkor a telefonszámomat, vagy akár Facebookon is lehet írni, vagy akár e-mail címen fel lehet hívni engem, és akkor mi ezeket mind megbeszéljünk. És hogyha van kérdések, írjátok kérdéseket, majd folytatjunk ezt a témát. Mindenkinek további csodálatos napsütési, boldog, kellemes napot kívánok. Hare Krishna!